Hekker támadás érte a koronavírus vakcinákat engedélyező Európai Gyógyszerügynökséget. A Brexit miatt központját Londonból Amsterdamba költöztető ügynökség közölte, azonnal vizsgálatot indított szoros együttműködésben a holland hatóságokkal. Az IME honlapján jelentette, hogy kibertámadás áldozatává vált, de a folyamatban lévő nyomozásra való tekintettel további részleteket nem osztott meg. Az Európai Gyógyszerügynökség az az uniós szerv, amelyik engedélyezi a tagállamokban az egyes koronavírus vakcinák forgalomba hozatalát és felhasználását a lakosság beoltásához. Küszöbön áll az amerikai német Pfizer-BioNTech vakcinájának, és egy hónapon belül az amerikai Moderna oltóanyagának engedélyezése. November végén Észak-Koreából próbáltak betörni a brit AstraZeneca számítógépes rendszerébe. Júliusban orosz hekkerek vették célba brit, amerikai és kanadai gyógyszergyártók rendszerét.